Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsorát, a Krédó katolikus krónikát látják műsorunk tartalmából. Holtomiglan, holtáiglan. Házaspárok hálaadással ünnepelték házasságkötésük jubileumát. Pincétől a padlásig. Teljesen felújították a győri szemináriumot. Barokkzene Győrből. Válogatás a Székesegyház és a Jezsuita Kollégium 18. századi zenei anyagából. Eskető főpásztor. Visszaemlékezés Apor Vilmosra. Különleges történetek. A káptalan dombi épületek múltja. Tartsanak velünk az elkövetkezendő fél órában. Szeptember 5-én szombaton tartották a jubiláns házaspárok megáldását. A koronavírus járvány miatt ezúttal a püspökség kertjében adtak hálát azok, akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik 2020-ban. Az egyházmegye minden pontjáról érkeztek hívek. Szeptember 5-én szombaton tartották a jubiláns házaspárok megáldását. A koronavírus járvány miatt ezúttal a püspökség kertjében adtak hálát azok, akik házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik 2020-ban. Az egyházmegye minden pontjáról érkeztek hívek. Tatára jöttünk, Tatán igyekszünk aktívan részt venni az ottani plébánia és az egyházközség életében. Én magam részéről úgy éreztem, hogy alapvető, hogy egy ilyen lehetőség van, egy ilyen rendezvény van, akkor itt a helyünk. A házaspár két kisgyermeket nevel. Elmondták, Istennel együtt élik életüket. Ugye mindennapokban, tehát ugye ez abszolút mindennapi téma nálunk, akár a kisgyerekeknél, akár a családi életben, hogy a problémák és minden egyéb dolgot meg tudjunk oldani, és nagyon sokat tud ebben segíteni. A legrégebben 65 éve két házaspár kötötte össze életét, a Mosonis Tipkovics Ferenc és neje Erzsébet, valamint a dunakiliti Bátori László és Suri Mária. Ők a házasságról, életükről és Istennel való kapcsolatukról is beszéltek. Nyugalomba, szeretetbe, mert már szerelem nincs ilyenkor, szeretet az van, megértés. Úgyhogy megbecsüljük egymást. Megápoljuk egymást. Az a lényeg. Én nem panaszkodok az életre. Úgyhogy én meg vagyok elégedve az élettel. Egészséget adott nekünk. És nagyon szeretünk misére is járni. Úgyhogy meg vagyunk, hála Isten. Még így adja meg a jó Isten egy pár évet, hogy maradjunk együtt. A házasság alapja a kölcsönös szeretet, fogalmazott szentbeszédében Veres András megyés püspök. A szeretetből pedig sok más erénynek is meg kell születnie. A házasság azonban időnként nem nélkülözheti a küzdelmeket. Akik szeretik egymást, azoknak a másik sosem lesz közömbös. A konfliktusok azonban azt is jelezhetik, fontos vagyok a másik számára, világított rá a főpásztor, aki a szeretetről szólva elmondta, abban mutatkozik meg, hogyha nézeteltérésünk is van, akkor is nem az indulat, főleg nem a harag vezet a probléma megoldásában. Azért is adjunk hálát Istennek, hogy mindeddig tudtuk szeretettel, türelemmel megoldani a köztünk támadt konfliktusokat. A szeretet fenntartásában nagy szükség van a közös imádságra, hangsúlyozta a megyés püspök. Meggyőződésem és tapasztalatom az, hogy nagyon sok szépen induló párkapcsolat
jobb esetben még a házasság kötés előtt, azért ment szét, mert nem tudtak az ismerkedés első pillanatától együtt és egymásért imádkozni. Pedig a hívő ember gyakran megtapasztalja, hogy az együtt és egymásért végzett ima állandó erőforrás számunkra. Ezért is lenne szükség, hogy minden fiatal vallásos házastársat találjon, akivel együtt tudnak imádkozni. Mert minden ember, minden házaspár rászorul Isten segítségére, az imádság erőforrására. Ha nincs ez a közös erőforrás, bizony sok-sok problémával, súlyos problémával kell megküzdeni. Egykori kölcsönös ígéreteteket újítsátok meg most az Úr erőt. A prédikációt követően újra fogadalmat tettek a házasok egymás és Isten előtt. Áldott vagy Istenünk, mert életünk folyamán, jó és balsorsban, jóságosan mellettünk álltál. Kérünk, segíts minket, hogy a kölcsönös szeretet és hűséget megőrizzük, és ezáltal tanulj legyünk annak a szövetségnek, amelyet a Szentírás szerint az emberekkel kötöttél. A szentmise végén a főpásztor megáldotta a jubiláló házas párokat. A Szentlélek Isten árassz a szívetekbe szeretetét mindenkor gazdagon. Ámen! És titeket, mindnyájatokat, akik itt jelen vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen! Az elmúlt két évben jelentős munkálatok zajlottak itt a győri szemináriumban. Az épület kívülbelül teljesen megújult, így a kispapok és a civil hallgatók 21. századi körülmények között tanulhatnak. 1910-ben készült el a győri szeminárium. Meghatározó épület a Káptalandom tövében a várfalai mellett. Az egész szoba megújult, hát az ablakoktól kezdve az ajtóig, amit látunk, minden kispap egyedül lakik, tehát régebben ugye ketten, hárman, mint egyébként a kollégiumoknak a nagy részében jelenleg is történik az ellátás, többen vannak. Ahogy Ézsről Krisztián harmadéves kispap is mutatja, modern körülmények között lakhatnak a kispapok. Az elmúlt két évben teljesen megújult az épület. Minden kispap vizes blokkal ellátott lakrészt kapott. Nem túl nagyok a szobák, viszont mindenki önállóan lakhat. Harmadéves kispap vagyok, most kezdtem meg a harmadévemet itt a szemináriumban. Hát két évvel ezelőtt még azért részesültem a régi szemináriumnak a formájába, a régi szobákba lakhattam, és azért teljesen más most az itteni lakókörnyezet, hiszen új szobák, saját fürdőszoba, és hát új emberek is jöttek az új házzal együtt az idei évben. A 2020-21-es akadémiai évben 29 teológus hallgatója van a szemináriumnak. A győri mellett a szombathelyi és a kaposvári egyházmegye kispapjai tanulnak itt. Nehéz volt, mert tavaly kezdtem itt Győrben a tanulmányaimat, és belecsöppenni egy felújításba, úgy beleszokni a ház életébe, a rendszerbe. Kicsit embert próbáló volt, főleg így a zaj, illetve a por, de ugyanakkor kicsit így meg is indította felé, hogy imádkozzak sokat azért, hogy én is hasonlóképp újuljak meg, mint ahogy ez a ház is most ilyen szép lett, kész lett, olyan módon váljak én is egyre tökéletesebbé, egyre tisztábbá. De nem csak a kispapok és előjáróik szobái újultak meg, a tantermeket is felújították. Itt a papságra készülők mellett 59 civil tanul levelező rendszerben. A hittanár, a katekéta lelki pásztori munkatárs, valamint a kántor mellett a Soproni Egyetemmel együttműködésben óvodapedagógusok is tanulhatnak az ősi falak között. Egy épülethez azért 50 évente hozzá kell nyúlni, és legutolsó információ, amikor én kezdtem itt a kispapként az éveimet, akkor volt a 70-es években egy átfogó felújítás, úgyhogy nagyon ráfért már
az épületre, mert azóta mindenféle tódozgatás, átépítés, hozzáépítés történt, és ez természetesen az egységét is és a kezelhetőségét is már zavarta és veszélyeztette. A 2,4 milliárd forintos beruházás során felújították az épület külső homlokzatát, műemlékablakait, ajtóit és a teljes belsejét, valamint a gépészeti, elektromos és vízellátó rendszerét. 2 éve, amikor belevágtunk ebbe a felújításba, akkor voltak egy alaptervek, részleges felújítás. És én akkor már láttam, hogy itt egy radikálisabb felújításra van szükség, ahhoz, hogy hosszú távon működőképes legyen az intézmény. Aztán a felújítás alatt is szinte azt mondhatnám, hogy havonta gondoltuk újra és terveztük újra a felújításnak a menetét, hisz jött a koronavírus és egyéb kihívások, amik hát igényelték azt, hogy legyen egy informatikai hálózat, a kiépítés, egy olyan oktatási rendszer, ami a távoktatást is lehetővé teszi, és egyéb technikai feltételeket a 21. századi szinten garantálja. Püspök úrnak volt egy olyan felvetése, hogy az egyházmegyének nincsen olyan konferenciaterme, ahol egy 150 embert le tudunk ültetni, és mondta, hogy ha már újítjuk a szemináriumot, akkor bontsunk falakat. De hát a masszív falakat nem illik, meg nem is illdomos elbontani. És aztán sikerült egy olyan köztes, vagy egy áthidaló megoldást kitalálni, hogy egy olyan informatikai rendszert és egy audiovizuális rendszert építettünk ki, hogy a 4 termet tudunk úgy összekötni kép-hang technikával, hogy körülbelül 300 embert tudunk így leültetni, és onnan kifelé is tudunk még online közvetítéseket adni. Az épületet Veres András megyés püspök áldotta meg. Áldunk téged, Urunk Istenünk, és nevedet magasztaljuk, mert irgalmat kimondhatatlan tervével úgy határoztál, hogy Krisztus egyetlen és legfőbb papsága örökre megmaradjon a földön, és hogy az ő láthatatlan hatalma látható szolgák által tartsa fönn egyházadat, és az minden időben élő közösségé formálja. Tekints, Urunk, erre a szemináriumi közösségre, és áld meg ezt a külsőleg és belsőleg felújított, boldog Brenner Jánosról elnevezett hittudományi főiskola és papnevelő intézet épületét. Gondoljunk abba, hogy ezek a fiatalok, akik itt tanulnak, ők a 21. század gyermekei, és nyilvánvalóan nem egy korábbi évszázadokba vissza réveteg életet akarnak élni, hanem a mai életre kívánnak ők is fölkészülni, és ennek mind oktatás szempontjából vannak bizonyos föltételei, eszköz tekintetében, aminek rendelkezésre kell állni, ugyanakkor pedig az életkörülményeknek is. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy semmi luxus nem építettünk be ebbe az épületbe, csak szép, megújított formában a mai szükségleteket kielégítendő dolgokat. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ez alapföltétele annak a lelki és szellemi készületnek, amivel a 21. század papjának rendelkeznie kell. A megújított épület lehetőséget ad a kispapoknak, hogy teljes odaadással készüljenek a Krisztustól kapott hivatásukra. Reményeink szerint más fiatalok is kedvet kapnak arra, hogy egy ilyen szép szemináriumi épületben ezt a gyönyörű hivatást, ami sohasem a mi döntésünk, hanem meggyőződésem, hogy az isteni kiválasztás eredménye, engedelmeskedni tudnak-e hívásnak, és jönnek ide, hogy a jövő egyházát akarják építeni felkészülten a mai kor igényeinek megfelelően. Összesen 3100 négyzetméteren újult meg az épület. Az építkezés folytatódik. A Mosoni Duna oldalán az árvízvédelmi kerítést újítják meg.
Az épület megáldásán elhangzott, a külső után most a szellemi építkezés és a lelki gazdagodás útja kezdődik meg a Brenner János Hittudományi Főiskolán. Az Apátúrházban mutatták be a Székesegyház és az egykori jezsuita kollégium 18. századi zenei anyagából merített kotta kiadványt. Az eddig lappangó művek most már szélesebb közönség előtt is ismerté váltak. Autentikus környezetben szólaltatták meg az évszázadokig lappangó műveket a zenészek. Az Apátúrház barokk termében győri barokk muzsika szólalt meg. A Székesegyház és a jezsuita kollégium 18. századi zenei anyagából válogatta össze a Barokk zene Győrből című kötet anyagát Szilvia Leideman, argentin magyar zenetörténész. Unikális, mert igazán az Istvánfi kívül a többi anyag még nem nincs kiadva. Azért mondom, hogy több a zeneszerző, aki itt élt, vagy itt dolgozott, vagyis Ausztriából jött ide, vagy osztrák is zeneszerzőből itt maradt több kotta. Ez olyan vegyes anyagról van szó, és ez az értékes, hogy itt áll, és nem szól. És ez a fontos, hogy a zene mit kell, hogy szóljon. A most kiadott kötetben szereplő művek közül 7 a Győri Nagyboldogasszony Székesegyház kottatárának a része. Ez a kottatár a leggazdagabb a zenetörténet szempontjából. Ha pedig a 18. századot tekintjük, akkor csak az Eszterházi gyűjtemény előzi meg. Egyrészt viszonylag régi anyagot is tartalmaz a 18. század első feléből is. Úgy kell elképzelni, hogy a Rákóczi szabadságharc bukása óta, tehát 1711-től folyamatosan nagyon gazdag zeneélet volt itt, és a második jelentősége, hogy itt működött 12 évig Istvánfi Benedek, akit a legtehetségesebb, legjobb magyar zeneszerzőnek ismerünk ebből a korból, és a harmadik jelentősége pedig, hogy földrajzi közelsége és ezer más szál okán szorosan kapcsolatban álltak ezek a zenészek, maga Istvánfi is és elődei is az Eszterházi udvarral. Tehát az Eszterházi udvar ugye a hercegek világ látóköre okán sokkal szélesebb perspektívát adott a helyi muzsikusoknak is. Sok minden, amit ők hoztak be erre ebbe a régióba, azt ők is átvették, másolták, és ezért olyan különlegesen becses ez a gyűjtemény. A kiadvány nem egy szerzőre koncentrál, hanem egy érdekes keresztmetszetet ad a barokkori Győr zenei életéből. Az elmúlt évszázadokban azonban ezeket a műveket nem szólaltatták meg, így nagy felelőssége van a zenészeknek, akik újra interpretálják a dallamokat. Lehet találni igazán értékes műveket, és tulajdonképpen párhuzamot vonnék az építészettel. Az építészetben is vannak kiváló remek művek, a legnagyobb alkotások, például a barokk korszak legnagyobb alkotásai. Gondoljunk csak a barokk Rómára, ugye? Például a Szent Péter Bazilika és még néhány nagyon fontos épület van, de hát ott még számtalan egyéb barokk épület is van, és ezek együtt a nagy művek és a kisebb művek adják meg a barokk Rómának a képét. Hát körülbelül a zenetörténetben is így van ez, tehát hogyha egy mélyebb és hogy mondjam, elmélyültebb képet akarunk alkotni ennek a korszaknak a zenekultúrájáról, akkor nem csak a legnagyobb remek műveket kell ismerjük, hanem időnként meg kell hallgassuk azokat a műveket, és el kell játsszuk mi előadók, amelyek valahogyan nem tartoznak ebbe az első vonulatba, de van köztük számos értékes mű, és akkor látjuk talán meg igazán, hogy a remek művek milyen közegben, milyen általános köznyelvben születtek meg, és hát mitől is olyan kiemelkedőek azok. A Győri Egyházmegyei Levéltár egyik legértékesebb része a kottatár.
Ráadásul a digitalizációnak köszönhetően a világ bármely pontján kutatható. Amikor a Richter archívumotól átvettük ezt a kutatárat, akkor két dolgot tűztünk ki. Egyrészt a kutatár a II. Világháborúban Székesegykazatán megsérült a beázás miatt, restaurálni kell ezeket. 5 év alatt több mint 15 millió forint értékben restauráltuk a teljes anyagot, részben magánadományokból, Fogadjörőben a múltját programunk keletében, részben NKA minisztériumi pályázatból, részben pedig a saját költségvetési keretünkből. Ez most elkészült, a kottatár megmenekült, és jó állapotban van. Most a másik álmunk az az volt, hogy ezek meg is szólaljanak. És ez ma megvalósult. A 12 mű, amit Szívia Leidemann kiadott, abból 7 a mi kottatárunkban található, több száz éve nem szólaltak meg, nem tudjuk, hogy a korábban ezeket mennyit játszották, és most a nem csak Győr, hanem az ország barokk zene iránt érdeklődő nagy közönsége is ezeket meghallhatja. Lefújtuk a port a kottákról, és most ez megelevenedik, megélénkül. A barokk zene Győrből válogatás a Székesegyház és a Jezsuita Kollégium 18. századi zenei anyagából című kötetben szereplő 12 zenemű bemutatja, hogy milyen zenét hallhatott a győri közönség a 18. században. A következő összeállításban az 1997. november 9-én boldoggá avatott Apor Vilmos vértanúpüspökre emlékezünk. A főpásztor 1945. januárjában eskedte össze Ányos Henriket és Rest Évát. Rest Éva 1925-ben született Rába Tamásiban, az orsaitákhoz járt a tanítóképzőbe, amikor megismerkedett későbbi férjével. Ányos Henrik a kázburgi jezsuitáknál Apor Vilmos iskolatársa volt. Internátusban voltak ők együtt Ausztriában, és hát internátusban 8 évig kellett, mert akkor 8 volt a gimnázium, 8 évig együtt voltak, hát persze, hogy jó az kapcsolat. Annyi idő alatt. Amikor aztán Győrbe került, akkor mindjárt a férjem tiszteletét tette a püspök urnál, és attól kezdve tartottuk a kapcsolatot, tartották inkább, mert én egy kicsit kiástam a dologból, mert én 30 évvel fiatalabb voltam, mint a férjem. Ugye, és hát ők voltak az egykorúak. Ragaszkodott hozzá, hogy mindenképpen ő akarja esketni a volt barátját. A szertartás 1945. január 28-án volt a Győri Székesegyházban. Nagyon szép volt, vasárnap mise után, és a Vilmos Pas esketett bennünket. Még várni kellett, mert akkor már nem igen mentek autók, és akkor úgy jött csak a Vilmos, kicsit később jött. De szép volt egyébként, tele volt a Székesegyház annak idején, és utána meg volt egy vacsora. Az volt a szerencsénk, hogy vasárnap délután volt az este felé, mert a 6 órás mise volt, és akkor annak, amikor vége lett, utána volt az esküvő. De miután benn volt, akkor még az újságban, hogy lesz, és akkor sokan jöttek nagyon. Ő se engem esketett volna, mert amikor már ide került, akkor már nekünk meg volt szervezve az esküvő, és egy bencés pap esketett volna bennünket. És akkor, amikor elment a férjem a püspökhöz, akkor azt mondta, hogy ő akar esketni, úgyhogy le kellett mondani a bencéseknél a esküvőt. Apor Vilmos időnként felkereste régi iskolatársát otthonukban. Nagyon kedves, aranyos volt, és olyan szívesen jött hozzánk, úgyhogy
Hát jó volt a kapcsolat, azt tudom mondani. Többször tudott eljönni hozzánk, mint ő hozzá elmenni, mert nála mindig sokan voltak. Sokan voltak vendégek, akik mentek látogatni. Egy kicsit elbeszélgettek. Aztán örültek egymásnak az apuval, hogy látták egymást. Tehát rövid volt. Ausztriában érte a hír az ifjú párt, hogy Apor Vilmos püspököt lelőtte egy szovjet katona. A jóságától, és attól, hogy mindenkire igyekezett vigyázni, amennyire ő tudott. Tulajdonképpen nem lőtték volna le az oroszok se, hogyha nem azokat védte, akik a székesegyházba vagy a templomba menekültek akkor. A pár második gyermeke negyedik keresztnévként a Vilma nevet kapta. Szülei ezzel tisztelegtek a vértanú püspök előtt. A háborút követően nehéz évek következtek. Hiába beszélt az édesapa több nyelven, mivel korábban a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, nem kapott végzettségének megfelelő állást. Vagongyárban volt segédmunkás például, vasakat emelgetett, meg hát éjjeli őr volt, ahogy én visszaemlékszem, a cipő nagykernél éjjeli őr, meg hát a legmagasabb állás, azt hiszem a malomipari vállalatnál volt valami pénzügyi előadó, az volt a maximum, amit hát jogi végzettsége volt egyébként. A Győri Egyházmegyei Levéltár 2012-ben jelentette meg Apor Vilmos beszédeinek gyűjteményét. Két a családhoz köthető prédikáció is megtalálható a kötetben. Valaki szólt nekem, ott dolgozó, hogy erre talált rá, és én nagyon boldogan elmentem érte, megkaptam, és utána tudtam meg, hogy kijött ez a könyv, és akkor hát még jobban örülök, hogy gyerekeimnek is tudom mutatni, megőrizendő, vagy megőrzött ebben a könyvben. A nagyszülőknek az aranylakodalmáról is, ez csak egy vázlat, amit a atya, vagy a püspök atya leírt magának, és nyilván azt bővítette. Az anyuék esküvőjén meg a teljes szöveg benne van. Az aranylakodalmon készült egy családi fénykép. Ezt nagy becsben tartja a család. Ahogy azt már az elmúlt adásokban megszokhatták, a Káptalan domb néhány kevésbé ismert, de annál érdekesebb múltú épületeibe látogatunk el. Ezúttal Győr egyik legrégebbi emeletes házát kerestük fel, amely mögöttem látható. Két épületről szólnék röviden, egyik ez a Káptalan domb 11-es számú épület. Ez az épület kivételesen ennek a középkori tulajdonosát is tudjuk. A Székesegyház Szent Katalin oltárához tartozó ház volt, javadalmas ház volt. Itt laktak a Szent Katalin oltárnak a papjai, akik az oltárnál miséztek. Ez egy középkori eredetű épület, 13. század végén, 14. század elején. Itt valószínűleg lehetett egy épület. A 14.-15. században több átépítésen átesett az épület. Itt egy 11. század második felében készült eredeti középkori kőkerület látható. Ez is bizonyítja, hogy ekkor itt egy emeletes kőház volt látható. Ezek alapján sejthető, hogy jelenleg ez Győr egyik legrégibb polgári épülete. A háznak ez a traktusa, ez a 16. században épült, amikor Győrött a katonák átvették a Káptalan dombon az irányítást, akkor ez egy műszaki épület, egy olyan Zeughaus szertár, katonai szertár lett itt, és így gyakorlatilag egyházi kezelésből nagyon sokáig ez kikerült. 18. században újra visszakerült egyházhoz az épület, Báró Majlát Antal kanonok 1780-as években itt lakott, felújítatta, valószínűleg ő volt az, aki felújítatta az épületet, a belső pompája az őt dicséri. Ebben az épületben lakott például Jankovics és Kövecses kanonok is, mind a ketten a kommunista államhatalom által börtönbe zárt ellenálló papok voltak. A
13-as számú épület, a győri őrkadonokoknak volt a rezidenciája. Középkorban a győri őrkadonokok a mai hotel konferencia helyén laktak, később ugye a katonák ott kemencéket létesítettek és lebontottak az őrkadonok házát, ezért Balázsi Tamás győri kadonok 1600-as évek legelején épített itt egy házat. 1647-ben akkor a tűzvész volt a Dombon, elpusztult az épület, de Berdóczi György kadonok felépítette ezt a most is látható házat, és azóta az őrkadonokok itt laknak. Teleges István, győri őrkadonok, későbbi egri püspök is ebben a házban lakott. Ő volt az, aki Szent László Hermelyet ebben a házban őrizte akkor, amikor 1683-ban Tököl István hajdó itt a környéken garázdálkodtak, és ebben az évben próbálták meg a törökök elfoglalni utoljára Bécs városát. Telekesi volt az, aki 1695-ben egy szép patrona hungári Mária, mint Magyarország nagyasszonya a szobrot oda rendelte ott, ami mai napig a háznak egy szép dísze. Híres kadonok is lakói voltak az épületnek, gondoljuk csak Kelcisvány őrkadonokra, aki rengeteg alapítványt tett szegény papok gondozására, a egyháztörténész tudós papok Mól Antal, Balist Lajos, Bedi Vince is itt laktak, és a házik utolsó lakója volt Csesándor kanonok is, aki apor Vilmos titkáraként apor erekjeit számunkra megőrizte. Kedves nézőink, a Győri Egyházmegye hitéleti magazin műsorát, a Krédó Katolikus Krónikát látták. Friss hírekért keressék fel egyházmegyénk honlapját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!